én apámnak az egyik mintaképe volt Kós Károly. Tehát én a Varjú nemzetségen nőttem föl 10 éves koromtól kezdve, az kötelező volt elolvasni. Én lelkileg is transzilvanista vagyok. Ha őt nem olvastam volna, akkor is az lettem volna, hogy imádom ezt a kicsi lyukat, itt a világnak ezt a részét. De az ő hozzáállása, az ő tanítása, hogy mondjam, megerősített ebben. Nézd ide, annyit be kell vallanom, én nagy írónak tartom Sütőt, nem az én kedvenc íróm, hogy mondjam. Tehát teljesen tisztel vagyok, hogy miért szeretik. És én azzal egyetértek. Na most arról a világról, amit ő megpendít, például az Anyám könnyű álmot ígér című könyvben, hát arról a világról én elég sokat tudok ahhoz, hogy tudjam, hogy mi hiányzik abból, hogy egy kép teljes legyen. Én nekem egyedül magamról beszélek. Az az érzésem volt, hogy az a könyv hamis képet rajzol arról, ami történt. Megmondom, hogy miért. Azért, mert úgy mesél el egy személyes történetet, hogy engedi arra következtetni az olvasót, hogy ez egész Erdélyben így történt. Igen, pedig kivételes volt. Ho-ho, ő is a Román Kommunista Párt központi bizottságának a tagja volt. Na most már, de az engem nem érdekelt. Megmutatom neked a helyeket, hogy, és meg az udvaron, hogy hol kellett áldogálni, hogy nagyapám mikor akasztja föl magát, miután mindenét elvették. Hát úgyhogy én azért tudok meg, én 10 éves koromban a nyárát mentén hallottuk, hát éjszakánként minden éjjel lövöldözés volt. Hát nem úgy ment a dolog, ahogy Sütő leírja. Tehát teljesen elferdíti azt a hangulatot. Na most a baj nem ez az. Ez úgy olyan ír mindenki, amilyen akar, hanem nem mondja meg egy percig se, hogy ez az én egyetlenben egy gondolatom speciális. Hanem úgy írja le, mintha ez itt mind így történt volna. Na, ez a baj, ez a nagy baj. 1961-ben még az orosz nyelvtanítás Nagybecsben volt. Itt Romániában. Tehát az orosz katedra a bölcsészkar, a filológia fakultáson, karon, az egyedül nagyobb volt, mint az összes többi idegen nyelvű katedra. 5 év alatt, mikor befejeztük az egyetemet, és ilyen-olyan konfliktusaim akadtak a belügyi felügyelőséggel, ott már azért toltak le, hogy miért olvasok szovjet, túl sok szovjet. Igen, csak az már Jevtusenko volt, Andrei Voznesenszky, meg az a költő társaság, aki a 60-as években, az 50-es évek végén, tehát Sztálin után magyarán jelentkezett, és akinek a hatására a magyar költészetben is egy hatalmas felszabadulás volt. Na, mi igen szerencsésen hozzájutottunk éppen a magyarországi műfordítók jóvoltából ehhez a költészethez, amit itt nem lehetett megkapni, mert romára nem fordították le, és az orosz könyvtárban nem volt benne. Tehát lényegében én olyan tudtam az orosz tanárainak elmondani, a nyíltabbaknak, amit ők nem volt honnan tudjanak.